Karácsony Gergely pártjának szóvivője elismerte, hogy legalább a kétszeresére akarják emelni a vízdíjakat, ezzel a címmel írt cikket az Origo. A portál a Párbeszédes Barabás Richárd egyik tévéinterjúját szemlézte, amelyben a baloldali politikus a rezsicsökkentést támadta, és arról beszélt, hogy túl keveset fizetnek a magyarok a gázért és a vízért. Utóbbiról ráadásul azt mondta, a sokszorosát kell majd fizetni érte. Van a vízdíjak rendezésére. Emelné a szolgáltatás díját a fővárosi vízművek, erről egy hete beszélt Csörnyei Géza, a cég vezérigazgatója. A gazdasági társaságoknak szolgáltatott víz árának fedeznie kell a kitermelés költségeit. A főváros MSZP-s főpolgármester helyettese ráerősítette a vízdíj emelés szükségességére. Tüttők Atta ekkor még csak a vállalkozásokra vetette volna ki a magasabb tarifát, de a megszorítás mértékét nem árulta el. Arról két nappal később a balliberális Magyar Narancs írt. A Soros Györgyhöz közeli lap ugyanis összeállításában úgy fogalmazott, kétszer annyiba kerül előállítani a vizet, mint amennyi bevétele van a fővárosi vízműveknek. Karácsony Gergely közben a közösségi oldalán támadta a kormányt, és hazaárulást súroló felelőtlenségnek nevezte, amennyiben nem történik meg Budapesten a vízdíj emelés. Aki profitot termel, fizesse meg a valós költségét, de a köznek is emellé oda kell tenni egy pénzt. A hét elejére aztán emelte a tétet Karácsony Gergely politikai szövetségese is. Tüttők Atta egy interjúban már a lakossági vízdíj emelés szükségességéről beszélt, ám ez hamar elbukott, miután a legutóbbi kormányinfon Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, semmiféle rezsiemelést nem támogatnak. Semmilyen vízdíjemelést, általánosságban rezsi áremelést nem támogatunk. Karácsony Gergely ekkor sem adta fel. A közösségi oldalán újból üzent és a cégekre kivetett vízdíjemelésről kommunikált újfent. Aki mindig a pillanatot akarja megnyerni, az végül elveszti a jövőt. Pártársa egy alkalommal még nála is merészebb elképzelést fogalmazott meg az ATV stúdiójában. Barabás Richárd, a Párbeszéd Zöldek elnökségi tagja és szóvivője ugyanis nem kétszeres, hanem még ennél is magasabb háromszoros áremelést emlegetett, miközben élesen támadta a kormányzati rezsicsökkentést. A rezsicsökkentést újra és újra hangoztatták, és azt mondták, hogy milyen sokat spórolunk, amit ugye a gáz esetén tudjuk, hogy amúgy nem is tört. Így, és kiderül, hogy valójában ennek az összegnek, amit fizetnünk kellett volna mondjuk a víz piaci áráért, bármi is legyen az, a háromszorosát, vagy a sokszorosát kell majd megfizetni. De nem ez volt az egyedüli kísérlet arra, hogy a csőd közeli helyzetbe került főváros megszorító intézkedést vezessen be. Két hete ugyanis Karácsony Gergely szintén a közösségi oldalán üzent a budapestieknek, hogy szeptembertől közel 30%-kal drágul majd a BKV vonaljegyek ára.